Április 16-a a diákok szórakoztatásáról szólt a Bábolnai Lovasiskolában, ahol minden esztendőben a ballagás előtti időszakra időzítik a Petkó napot. Ezúttal is színes programkavalkád várta a diákokat, akadárversennyel, különleges szakmai bemutatóval, tűzoltási gyakorlattal és szalonnasütéssel. Minden évben van egy olyan nap itt a Bábolnai Lovasiskolában, ami a diákokról szól, a diákoknak készül ez a nap. Most már tavaly óta, ha jól emlékszem, egész napot szenteltek a diáknapnak, amit ti Petkó napnak kereszteltetek el a lovasiskola névadója után. Ugye a nap is azzal kezdődik mindjárt 8 órakor, hogy megemlékeztek az iskola névadójáról. Hogy történik ez, és miért fontos, mennyire fontos az, hogy a diákok tisztában legyenek Petkó Szantner Tibor munkásságával. Igen, immáron 7. alkalommal szerveztük meg a Petkó napot, és mindig egész napos volt, csak második alkalom volt, valóban jól emlékeztél, hogy volt itt egy második alkalmas történet is, amikor azzal kezdtük a Petkó napot, hogy egy megemlékezéssel indítottuk a napot, és felmegyünk a Ménes udvarba, itt Petkó Szantner Tibor mellszobrát megkoszorúzzuk, illetve az életéből néhány részletet, néhány fontosabb momentumot elmondunk a diákok számára. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a dolgot, hiszen iskolánk névadója egy olyan szellemi örökséget hagyott itt ránk, aminek az ápolása kötelességünk, és kötelességünk a névadóról való megemlékezés is. A diákok mennyire jegyzik ezt meg, mennyire tartják ők is fontosnak azért, hogy ha nem is a teljes életútját ismerjék a névadónak, de azért ők is fontosnak tartják, hogy tisztában legyenek ezzel a történettel? Nagyon remélem, hogy fontosnak tartják, mert az életéből elég sok momentummal megismerkednek. Egyrészt már rögtön, amikor ide kerülnek hozzánk, akkor a Csikó táborban megismerkednek az életével. Történelem órán, amit ugye most társadalomismeretnek neveznek, Bajcsai Miklós tanár úr külön foglalkozik a kérdéssel, én természetismeret órán is foglalkozom a kérdéssel, illetve amikor odajutnak a diákok, hogy például van egy Petkó nap, akkor általában vannak olyan feladatok, olyan kérdések is, ami iskolánk névadójával foglalkozik. Nagyon remélem, hogy az ő munkásságát azért ismerik azon a szinten, ahogy azt ismerik el nekik, és tisztelik a névadónkat. Ezt valamelyest kapcsoljátok azért Bábolna történelméhez is egy kicsit, tehát egy kis helytörténetet is azért belecsempésztek, oda csempésztek Petkó Szantner Tibor mellé? Természetesen Bábolna története ugye összeforra Ménes történetével, és a kettőt külön választani nem szabad, nem is lehet, tehát természetesen ilyenkor foglalkozunk Bábolna történetével, Bábolna helytörténetével is. Aztán a nap könnyed játékos szórakozással telik tulajdonképpen, amit egyrészt nevezhetünk könnyednek, de azért egy olyan játékkal telik a délelőtt, amit loholónak neveztek. Ez azért néha fizikailag is igénybe veszi a gyerekeket. Igen, gyakorlatilag egy olyan fajta akadályversenyről van szó, ami a városnak különböző részein lévő akadályokat kell teljesíteni, és ugye megint csak kapcsolódunk azért lovasiskola lévén valahogy a lóhoz és a loholónak neveztük el annak idején ezt a versenyszámot, és tényleg itt azért az egyes akadályok között is elég komoly távolságokat kell megtenni, hiszen bevonjuk az arborétumot is ebbe az akadályversenybe, és ugyanakkor vannak olyan versenyszámok, ahol konkrétan is futni kell, mozogni kell, gyorsaságot kell fejleszteni. Az akadályversenyben milyen játékos akadályok, milyen feladatokat hajtanak végre a diákok? Ezeket általában a tanárok találják ki, vagy pedig azért a diákok is beleszólnak ebbe, hogy ők mit szeretnének ott végrehajtani? Nem, ezt a diák önkormányzat találja ki, tehát nem a tanárok szólnak ebbe bele, hanem ezt a diák önkormányzat összeül, megbeszélik, hogy milyen akadályok lesznek, megbeszélik azt, hogy az akadályoknál, az egyes akadályoknál kik lesznek a felelősök, és akkor a megfelelő eszközöket is biztosítják hozzá, itt a szembekötősdítől kezdve az újságpapíron táncoláson keresztül nagyon sokfajta, nagyon sok akadály volt, és sok típusú akadály volt. Igen, hát volt olyan, ami azért kicsit elméleti jellegű volt, de általában azért mind valamilyen mozgáshoz fűződött. Talán a legkomolyabb és a legviccesebb a gyerekek számára is itt a militári pályának a vizes árka volt.
Hát igen, a víz az a lételem, és az, hogy az ember egy kicsit vizes lesz egy akadály teljesítése közben, az jó is lehet még, főleg, hogyha nagyon meleg van. Tegnap azért nem volt olyan rekkenő hőség, de azért a vizes akadálynak a teljesítése azt gondolom, hogy nem okozott problémát a diákok számára. Itt is belecsempésznek a gyerekek a feladatok közé olyat, ami kicsit a szakmaiságot jellemzi? Igen, azért a szerszám, szétszedés, összerakás, akár bekötött szemmel, azért itt is része ennek a történetnek, meg része a történetnek az, hogy például bekötött szemmel kell valakit vezetni, irányítani, mint mondjuk egy fogadban a lovat, ahogy irányítja az ember, igaz, hogy ott nem bekötött szemmel van, de mégiscsak valamilyen formában ez kapcsolódik az ő szakmájukhoz, a jövendő szakmájukhoz. Míg a diákok ebben az akadályversenyben vettek részt, már rotyogott a finom ebéd, ezúttal szülői segítséggel. Igen, végre a szülőket sikerült bevonni a Petkó napnak a megszervezésébe ilyen szinten is. Az előző években is voltak, csak kézműves foglalkozásokat vezettek és tartottak. Most pedig arra kértük őket, hogy segítsenek az ebéd főzésben, és valóban, amíg a loholó ment, addig a szülők, illetve kollégák segítségével elkészült a gulyásleves, amit nagyon nagy étvágyal elfogyasztottak a diákok. Jól sikerült, mert nem maradt belőle egy falat sem. Az ebédet követően egy különleges programmal kedveskedtetek a diákoknak, ami kicsit az ő szakmaiságuk előmenetelét segítette. A különlegességét az adta, hogy Magyarországon talán egyfajta újdonságról van szó a lóidomítás terén. Így van, ugye törekszünk arra, hogy megismertessünk olyan híres lovas embereket a diákokkal, akiket példaképnek választhatnak, akik elmondják azt, hogy mennyi lemondással, mennyi munkával jár az, hogyha valaki híressé váljon és jó váljon a szakmájába, de elmondják azt is, hogy ez mennyi örömet jelent az életükben. Több ilyen előadásunk volt már, viszont most volt az első olyan előadás, ahol egy gyakorlati résszel is kiegészült az önéletrajznak a bemutatása. Herceg-Falvi Tibor urat hívtuk meg, aki két olimpián is részt vett militári versenyzőként, nagyon jó edző, és kitalált egy olyan módszer, továbbfejlesztve a kavalettit, amit ő a kavalettinek nevezett el, amivel nagyon egyszerű eszközökkel, nagyon egyszerűen, de nagyon hatékonyan lehet a lókiképzésben segíteni. Egyrészt ezt az alkavaletit mutatta meg bemutatásképpen, másrészt pedig foglalkozott a dupla futószárazással, a kettős futószárazással, amit a gyerekek elméletben tanulnak nálunk, de sajnos a megfelelő eszközök hiányában, gyakorlatban ezt eddig még nem is láthatták a diákjaink. Tehát egy olyan fajta dolog volt ez, ahol az elmélet összekapcsolódott a gyakorlattal, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hasznos információhoz juthattak Herceg-Falvi Tibor úrtól, aki most jelenleg Ausztriában él és dolgozik, mégpedig Salzburgtól nem messze, és onnan jött el azért, hogy ezt a bemutatót megtartsa számunkra, és valóban az a magyarországi, nem csak a magyarországi, hanem a világ ős bemutatója itt volt, mert elméletben már több előadáson ő ezt előadta, viszont gyakorlatot meg az előadást összekapcsolva nálunk Bábolnán történt ez meg. Nagyon büszkék vagyunk erre. Már csak azért is, mert hogy Herceg-Falvi Tibor úr mezőhegyesi származású, és Mezőhegyesről indulva jutott el a csúcsokra, és a mezőhegyesi lovas szakember itt Bábolnán mutatta be ezt a nagyon jó módszert. Mennyire érdekelte ez a diákokat? Nagyon lekötötte őket. Ugye észre lehet venni, hogy mi az, ami érdekli a diákot, és mi az, ami nem érdekli. Nagyon kevés olyan diákot lehetett látni, aki közben beszélgetett, vagy elvonta volna a figyelmét. Figyeltek, és ugye a végén is az összbenyomás az volt, hogy hú, ez nagyon jó volt, és nagyon sok mindent tanultak belőle. Annak ellenére, hogy nagyon hosszú volt maga a bemutató rész. Ezután már készenlétbe álltak az ácsi tűzoltók, akik már minden évben vendégei a lovasiskolai rendezvényének, és hát ez is komoly érdeklődésre tartott számot a gyerekek részéről, annál is inkább, mivel egyfajta tűzoltási gyakorlatba vehettek részt, aztán volt még egy habparti is.
Így van. Nagyon köszönjük az Ácsi Tűzoltóságnak, hogy a rendelkezésünkre áll és segít nekünk abban, hogy ezt a Petkó napi programpontot megszervezhetjük, és ők pedig lebonyolítják ezt a programpontot. Tavaly is voltak már valóban, és ugye a sugárcső szerelés, meg a sugárcsővel célba lövés az nagyon érdekes dolog, azt gondolom nincs olyan diák, akit ezt ne érdekelne. De ugye nem olyan könnyű ezt megtenni, hogy pontosan oda célozzanak, ahova kell, és ugye voltak is olyanok, hogy hát félrement a sugárcső, akkor most már eltalálta a másik embert, és akkor a célba lövés akkor már nem a megadott célra ment, hanem a kollégára, vagy éppen a diáktársra. És ugye a végét pedig, ahogy mondtad is, a happarti zárta, aminél nem volt a legtökéletesebb már az idő hozzá, tehát egy kicsit már hűlt a levegő, de ennek ellenére nagyon-nagyon sokan vettek részben, és élvezték, hogy a habban tudnak táncolni, mozogni, birkózni egymással. Délutáni órákban is azért elfáradhatott a diákság, és itt este 7 órakor már javában készülődtetek a tűzrakással rendhagyó vacsorához. Így van, gyakorlatilag ugye az egész nap azért nagyon fárasztó számukra is, annak ellenére, hogy ők hozzá vannak szokva a fizikai munkához, és hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mondjuk 8 órát vagy 9 órát ők le tudnak dolgozni, de azért az egész napi mozgás, az egész napi odafigyelés az azért rendkívül fárasztó tud lenni, még akkor is, hogyha nem tanulásról van szó, hanem figyelésről, vagy játékról, vagy vidámságról. És az volt az eddigi években a tapasztalat, hogy este ugye diszkót szerveztünk, vagy zenekart szerveztünk, és nem volt annyira népszerű, mert már nagyon fáradtak voltak hozzá. És úgy gondoltuk idén, hogy ezt megpróbáljuk úgy orvosolni, hogy akkor nem diszkó, meg nem zenekar, hanem egy kis tábortűz, egy kis szalonnasütés, egy kis beszélgetés, ahol le tudnak ülni, le tudnak ereszteni, tudják értékelni a napot, meg tudnak készülni a tavaszi szünetre, ami holnap kezdődik. Igen, hát már mennek is hamarosan a diákok. Mikor folytatjátok, mi lesz a legközelebbi olyan program, ami esetleg közérdeklődésre tart számot? A legközelebbi nagy eseményünk az a ballagás lesz. Május 10-én rendezzük meg pénteken a ballagásunkat. Hát igen, nagyon közelít már a dátum, már a felkészülést elkezdtük hozzá, ahhoz, hogy a lovas bemutatók olyan szintűek legyenek, ami méltó Bábolna nevéhez, meg az iskolánk nevéhez. És május 10-én nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, a Bábolna TV-t is. Nagyon profi játék. Popcorn a legjobb akkor. Jó, popcorn. Az battog.